a dolgoktól. Tehát az én félelmem az ugye körülbelül 50 éve kezdődött, amikor befejeztem az egyetemet, és elkezdtem tanítani akkor úgy hívták, hogy Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, és ugye jött hirtelen, ez 1971-ben volt, és akkor megírtak egy könyvet, ez a Növekedés határai című könyv, ott ki van vetítve, akik írták, ott állnak mellette eszméletlenül fiatal, ezt a zsinort. Ha nézi az ember ezeket a görbéket, ugye szörnyű, mert ugye arról szól a dolog, hogy a természeti erőforrások kimerülnek, a népesség majd fölmegy, aztán ott lemegy, az ipari outputok is eltűnnek, eszméletlen szennyezés lesz, és aztán nem lesz elég az élelem, stb. Na ez a riogatás olyan jó 200 éve tart. Ugye mert a Malthusz kezdte, hát ő egy lelkész volt, ugye azt tanácsolta, hogy önmegtartóztatás az nagyon célra vezető, nem szabad szaporodni, és akkor milyen jó lesz, és jöttek ugye ők, és ezek a csúcsok, ezek 2030 körül vannak, tehát 2030 környékén, mint a mindennek vége lenne majd, és az ember elkezd élni, elkezd tanítani az egyetem, és akkor jönnek ezek az emberek, és azt állítják mindenféle modellek. Végre voltak ilyen nagy workstationök, és rengeteget számoltak. Hát, hogy jön a világ vége. Elég sokáig ugye el voltam keseredve, még nem egyszer találkoztam egy kiváló angollal. És mit kellene csinálni? És döbbenetes, ugye, hogy a David Pearce szegény hamar meghalt. Szépen három dologról beszélt ott nekem hirtelen. És a szörnyű, hogy hát ez reménysugarat adott, azt mondta, hogy hát megoldjuk majd ezt a reciklálást, hogy mindent, amit lehet, azt nem szeméttel alakítunk, hanem hasznos termékek és szolgáltatásokká. Azt mondja, hogy nem igaz az, hogy a gazdasági növekedéssel feltétlenül együtt kell járjon a szennyezés. Amikor már elég gazdagok vagyunk, akkor beteszünk egy éket. Ugye ez az ék, belenyomjuk ezt az éket, például a kormány szabályozással, a civilek jönnek és tiltakoznak, és szétválasztható. Ha valaki megnézi, mondjuk most is látjuk, hogy Kínában eszméletlen környezetszennyező iparok vannak még, de ők is rájöttek, hogy nem lehet mégse olimpiát rendezni mondjuk Pekingbe, hogyha nem csinálnak valamit. Tehát be lehet rakni ezt az éket, és szét lehet választani, ugye? Ez a történet lényege. Például ugye mindenféle adókkal el lehet érni, hogy legyen drágább, ha drágább a víz, jelen nekem. Az a bajunk, hogy... És van a harmadik, ugye ez amiről ma inkább majd beszélni fogok, azt mondja, hogy át kéne alakítani a készletgazdaságot szolgáltatásgazdasággá. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek tanárnak kell lenni, meg orvosnak, meg fodrásznak, ugye, hanem azt jelenti, hogy nem a készletet, nem a tárgyakat használjuk, hanem a tárgyak által nyújtott valamiféle szolgáltatás. Nem autóra van szükségem, hanem arra, hogy eljussak A-ból B-be. A falon kell egy luk, nem a fúróra van szükségem, hanem a lukra van szükségem, mert fel akarok akasztani egy képet. És ez annyit jelentene, ugye, hogy ez az úgynevezett szolgáltatásgazdaság, ez radikálisan csökkenteni képes a környezetterhelést. Tehát tulajdonképpen hurrá, itt van a megoldás. Ugye 72, ez volt a stockholmi konferencia, akkor írták meg a Növekedés határai című könyvet, és nagyon el voltam keseredve, majd arra még egyszer visszatérek, hogy milyen ötleteik voltak nekik is. És akkor ugye van egy probléma már csak, hogy ez a szolgáltatás gazdaság nagyon jól működik északon, délen meg nem működik, tehát délen általában ugye élnek a szegények, északon meg élnek a gazdagok. Valami miatt a gazdagok járnak étterembe, szállodába, taxiznak, mindenféle szolgáltatást vesznek igénybe. A szerencsétlen szegények meg örülnek, ha ugye van nekik annyi, hogy nem halnak éhen. Valahol fölbillent ugye a világ, tehát úgy tűnik egyébként, hogy amit tanított nekem a David, az mindig az, de valami miatt mégis megbillent ugye az egyensúly, és a társadalom gyakorlatilag nincsen ugye megfelelő állapotba ugye délen. Tehát valamilyen módon ki kéne egyensúlyozni. Hát állandóan mindenki politizál, de én nem akarnék politizálni, de azért kérem szépen, ezek ugye tények, nevezetesen, hogy föl kéne zárkóznia ugye az új tagoknak Európához, és hogyha nézzük ugye mi az, ami bejön Európából, és mi az, ami kimegy Európába,
akkor valami miatt ezek a barna oszlopocskák, ezek mintha nem kicsit volnának magasabbak. Ez a nettó mérleg, amit tulajdonképpen a felzárkózásunk jegyében Nyugat-Európa ad nekünk, ugye, nevezetesen, hogy különféle vállalatokon keresztül egy csomó pénzt kivisznek. Most ugye az a szörnyű, hogy hogy gazdagabbak legyünk, annak az az értelme, hogy, mint ugye mutattam, a szétválasztható a környezetszennyezés, tehát ha valakinek elegendő pénze van, akkor szigetelni fogja a lakását, ugye magától is szigetelni fogja, nem kell neki pályázatokat írnia, és végül hülyeségekre költeni a pénzt, mert megkapta és elkölti az utolsó fillérig. Ha lenne pénze, racionálisan eldönteni, hogy LED lámpával világít, vagy mással világít, és hogy milyen lakásban, milyen szigeteléssel, milyen fűtéssel működik. Ugye ez a megosztó gazdaságot úgy hívjuk, ugye, hogy bomlasztó innováció, diszruptív, ugye bomlasztó innováció, és az ember ugye miért kell bomlasztani? Hát azért, mert bele hergeltük magunkat valamibe, amiben ugye világosan az látszik, hogy jobbá tenni a Földet, ez az utolsó helyen van azok között a tényezők között, amik ugye az innovációknak a motorjai. A közgazdaságtan azt feltételezi, hogy a szellemi tulajdont azért kell védeni, mert akkor több pénz lesz arra, hogy ugye költsenek a kutatásra, fejlesztésre. A jó hírem egyébként, hogy hát én nem vagyok olyan kiváló, mint mondjuk a Béres bácsi volt, vagy mint a Rubik Ernő. Tuti fix egyébként, hogy egyiknek se jutott eszébe soha az, hogy ők ezt azért csinálják, mert szeretnének vele pénzt keresni. Ugye? Tehát az egyik azért csinálta, mert a hallgatói nem értették, hogy a télbe, hogy a fenébe néznek ki a különféle ugye, tükrözési síkok. A másik pedig rájött, hogy ugye kellene csinálni valami olyan mikroelemeket az ember szervezetében, ami hiányoznak, mert ez valószínűleg ugye ennek köszönhető, hogy rákosak leszünk. Nem jutott eszébe. Én írok egy könyvet, hallgatók azt hiszik egyébként, hogy ebből akarok kacsalábon forgó házat építeni, de nem, azt szeretném, hogy mindenki olvasná, és boldog lennék, ha kiadnák. Valamiért a könyvkiadók nem szeretik, hogy én inkább odaadnám mindenkinek ingyen, mert úgy örülnék, ha olvasná valaki. Tehát ez valószínűleg nem igaz. Kérlek szépen, ez szomorú dolog, mert ugye arra kapzsiság, pénzsóvárság, meg persze a technológiai haladás. Ugye ez az, ami a motorja az innovációknak. De jó lenne, ha az, hogy jobbá tegyük a Földet, ugye, ez nem az utolsó helyre szorulna ebbe a történetbe. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy ugye olyan innovációk kellenének, amik ugye nyilvánosak és mindenki hozzáférhet. Ha az emberiség összerakná a fejét, akkor nagy valószínűséggel le tudnánk győzni például a rákot már régen. Versengő intézetek, ugye ipari kémkedéssel vádolják a másikat, helyenként le is csukják, ahelyett, hogy összetennék az ismereteiket, mert akkor választ tudnánk adni egy csomó dologra. És azt mondjuk egyébként, hogy nyilvánossá kellene tenni az innovációkat, van erre már néhány precedens, amikor ugye azt mondják, hogy bevonunk embereket, mindenki ötleteket adhatnak, és ugye próbáljuk együtt megoldani a dolgokat. Tehát célokat kell elérni közösen. De ugye azt mondjuk, hogy nagy szükség lenne ugye olyan innovációkra, amelyek képesek ezeket a társadalmi problémákat megoldani. És ugye azt mondjuk, hogy érdekes módon ugye vannak úgynevezett fenntartó innováció. Mi a fenntartó innováció? Az ember javítgatja, amilyen van. Ugye, tehát ha megnézzük az autót, kezdődött a Ford, ugye marha jó autó, mindenki feketét akar, és a Ford modellt akarja. És ha gondolunk, ugye mi is volt ez az autó, hát valahol volt a hintó, ugye, tehát a hintónak minden nagyszerű jegyét, de a Ford modell kezdetben kényelmetlenebb volt, mint a hintó. Természetesen. A hintó már kényelmesebb volt, ugye? Mint a Ford autó. Aztán rájöttek, hogy hát kicsit kényelmesebb tenni, akkor már marha nagy lett, akkor nagyobb motor kell bele, akkor elkezdett nagyon sokat fogyasztani. Akkor rájöttek, kicsit kevesebbet kéne, hogy fogyasszon. Jó lenne, hogyha ütközök vele, akkor nem halok meg. Elkezdtek csinálni ilyen. Tehát ez egy fenntartó innováció, ugye? Nem változtatja meg a világot. Na, én ugye erről szeretnék beszélni, erről a zavaró, bomlasztó innovációról, ugye, vagy az áttörő innovációról.
ez az, ami működik. Ha itt nézzük az eredményt, akkor látjuk, hogy vannak az embernek az igényei, nem tudom, hogy önök hogyan vannak vele, van egy autóm, és már 3 éve megvan, annyi gomb van rajta, amiről fogalmam nincsen még, hogy mire jó, de biztos jó valamire, de én még soha nem nyomtam meg nem ismerem megnyomni, mert félek, hogy mi lesz velem. Újabban a televíziómmal van egy ilyen, hogy mit tudom, mert néha jönnek a gyerekeim, hála Isten, van belőlük néhány, meg még inkább az unokáim, olyan dolgokat varázsolnak elő a tévémből, hogy csak így nézek, hogy mi történik. Vagyis olyan mértékűek ezeknek az innovációk, olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amire az embereknek nincsen szükségük. Tehát túl jó lesz, most nem tudom, hogy vannak vele, elmegyek egy szállodába, marhára élvezem, hogy fizetek, mit tudom, 150 vagy 200 eurót, ugye ott alszom éjszaka, egyébként részegre ihatnám magam, mert szabadon használhatom a bárt, van az emeleten Finnországban egy nagyszerű bár, nem érek rá, meg egyébként mehetnék mindenhova, de nem tudok menni, mert dolgozni mentem, és éjszaka, és valahogy úgy elkeseredek, hogy miért kell ennyit fizetni. Tehát azt mondjuk általában, ugye ezek a zavaró innovációk akkor jönnek, amikor a fenntartó innováció túlnő a vásárlói igényeken. És akkor jön valaki, például az Airbnb, vagy az Uber, a taxi túl drága, nagyon jók a szolgáltatások, valami miatt egyébként hát nyilván jobban ismeri a várost, mint a Airbnb-s gyerek, aki most kezdi a pályát, vagy a Uber-es gyerek. Egy lakásban nyilván nem tudják azt nyújtani nekem, mint egy szállodába tudnak nyújtani, de valami miatt mégis hajlandó vagyok igénybe venni, az egyik például, mert olcsó. Ugye, és az innovációk egyébként persze ugye szörnyűek, mert időnként bizonyos iparágakat megölnek. Ha valaki belegondol például, ugye milyen szépek voltak ezek a színes filmek, meg mindenfélék, fényképezőgépek, hát ezeknek vége, ugye, mert a digitális fényképezéssel nem bírják tartani a versenyt. Most már olyan minőséget tudunk digitálisan csinálni, hogy na, és az ember nem sajnálja, ugye nézzük, hogy nyomkodjuk, ezért hagyd menjen, majd valamelyik jó lesz, aztán nem írjunk rá ugye, kiválasztani. De a lényeg az, ugye, hogy van egy probléma, hogy mi szeretnénk eldönteni mindig azt, hogy mit kellene csinálni. Nagyon kellemetlen, hogy az innovációk nagy része az meghal. Ugye, tehát elindítok valamit, van egy jó ötletem, aztán az ötletből nem lesz végül termék, nem lesz belőle semmi. Meg tudják mondani, hogy ez jobb lett. És akkor rá kell jönnünk, hogy nem autóra van szükségem, hanem időbe akarok odaérni valahova, nem fúróra van szükségem, ugye, hanem arra, hogy egy lyuk legyen a falon, amire felakaszthatok egy képet, betehetek egy csavart. És ugye nagyon nagy szerepet játszik újabban ugye a bizalom, a kényelem, gazdaságos legyen. Kezdi érdekli az embereket a környezetvédelem, közösségi élményeket akarunk. Tehát amikor azt mondom, hogy Uber, akkor abban benne van az, hogy azzal az ürgével, akivel majd utazom, azzal beszélgetni fogok, attól tanácsokat kérek, arról majd véleményt írok, és ő rólam majd véleményt ír, hogy a bizalmat ugye lehessen növelni. Ha elmegyek valakinek a lakásába, majd az elmondja, hogy én hogy hagytam ott a lakást, én meg elmondom, hogy vert át, és miért nem igaz az, amit ugye föltett a honlapra. Tehát ez egy új világ, és ebben az új világban ugye világosan látszik az, hogy megosztáson alapul, kihasználatlan erőforrások és kapacitások. Egy házba bőven elég lenne egy fúró, amilyen gyakran használjuk, és egy autót naponta használunk egy órát vagy felett, és 23 órán keresztül foglalja valahol helyet az utcán vagy a garázsba. És áll benne a pénzünk, ugye, és megy tönkre, amortizálódik. Csak akkor veszem igénybe, ha például bérelek egy ilyet valahol, ugye, csak amikor szükségem van rá. Én például mániákus szerszámvásárló vagyok, bemegyek egy boltba, mindig le van árazva valamelyik szerszám, és már szégyellem egyébként. Múltkor azért nem tudtam ellentmondani 3 szerszámnak, mert egybe volt csomagolva, és hát kénytelen voltam megrendelni, tehát nagyon szégyellem. Na. Ugye a személyes kapcsolatok ugye azok sokkal ugye fontosabbak, tehát itt emberi kapcsolataim lesznek, akitől kölcsön veszem, vagy akivel együtt használom, az elmondja, hogy
hogy ugye hogyan kell használni. És ugye van egy dolog tényleg, hogy a fenntarthatóságra szeretnénk ugye. És ugye az Airbnb-t, ha megnézzük ugye Budapesten, hogy hogyan néz ki, akkor nagyon érdekes dolgok vannak, de a világban is, ugye például a legszebb példa az London. Van egy ürge, akinek 881 darab lakása van, ugye? Mit mondtam, hogy nem kell hozzá, hogy legyen ugye lakásom vagy szállodám. Elvileg nem kell, ugye egy platform kell hozzá. Most ez a 881 lakás, hogy ez vajon nem egy olyan szálloda-e, amit ugye szétosztottam szeneszét a városba, hanem valami más, az világosan látszik, hogy ezzel már baj van. És ez különféle városokban persze, hogy Londonban 881, de azért Lisszabonban is van, akinek 204 van, és hát nem tudom Budapesten ugye kinek mennyi van, de azért az biztos egyébként, hogy az látszik, hogy Budapesten a lakásvásárlások zöme, ugye 2012-től 2018-ig a nézzük, ugye befektetési célúvá vált a lakásvásárlás. Itt még ugye az volt a jellemző, hogy az emberek vesznek egy első lakást, mert családot alapítottak. Nos, ha befektetési célúvá válik, ez nem lenne önmagában baj, csak ennek vannak ugye kinövései. Érdekes módon egyébként, hogy a saját lakásban élőknek az aránya, ugye a szegények élnek a saját lakásukba, a gazdagok azok bérlakásban élnek inkább, ugye a gazdag országok. A szegények a saját lakásukban élnek. És ugye, ha nézzük, hogy vajon az Airbnb-nek a hatása-e, de mondjuk például valaki egy egyetemi hallgató Budapesten, akkor nagyon nem örül neki, hogy van az Airbnb, ugye, mert az albérleti árak, ha nézzük az adatokat, ugye, itt 2012-től 2019-ig gyakorlatilag ugye az 50 ezerről egy ugyanolyan méretű lakás ára fölment 100 ezerre. Ugye eszméletlenül megdrágultak az albérleti díjak, és nyilvánvaló egyébként, hogy ez azért van, mert így néz ki a térkép. Itt az a, ugye érdekes módon ezek a kékek lennének azok, amik szobát adnak ki, a lilák azok, amik lakást adnak ki. Tehát nagyon ritka az a modell, amit eredetileg ugye gondoltunk volna, hogy nevezetesen az ember beengedi a lakásába, vagy amikor elmegy nyaralni, akkor kiadja a saját lakását. A lakások zöme erre a célra ugye hasznosított már, de ugye lehetne szabályozni, és vannak olyan országok, ahol például azt mondják, hogyha egy lakás egy évben valami x napnál többet volt kiadva, akkor azt leveszik a platformról, és nem lehet hirdetni ugye ezen a platformon. Tehát nyilvánvaló, hogy szabályozni kellene, és világosan az látszik, hogy a szabályozó hatóságok elmaradtak a feladatokban, és a vége az, hogy megöljük a gyereket, az Ubert sikerült megölni, az Airbnb is valószínűleg előbb-utóbb ugye erre a sorsa jut, mert nem megengedhető, ami folyik végül is, hogy itt a Budapesten emberek tömegei ugye befektetési céllal vesznek egy lakást, és a szomszédok megbolondulnak, mert az a lakó, amelyik ugye két napig van ott, és állandóan részeg, mert mondjuk angol, vagy norvég, azzal nem lehet egy házban élni, és ugye megrontja a légkört. Na, valahol itt akarnám ugye befejezni, hogy a bomlasztásra azért van feltétlenül szükség, ugye, mert egy új üzleti modellt kellene kidolgozni, mert a részvénytársaságok az elhasználódás jeleit mutatják. A sajnálatos módon a menedzserek a saját érdekeiket követik. A menedzser az olyan lesz, mint a zsoldos, ugye úgy vezeti a céget, hogy neki, ha lehet, abban az évben minél nagyobb legyen a haszna. Ez azonban nem érdeke sem a társadalomnak, sem a tulajdonosnak, és legfőképpen ugye nem érdeke azoknak az embereknek, akiket irányít, mert ez a rövid távú szemlélet vált uralkodóvá. És tulajdonképpen ugye azt lehet mondani, hogy nem a kapitalizmussal van baj, hanem a globalizációval van baj, mert a gazdasági és a társadalmi aktivitás globális, a politikai hatalom viszont lokális. Nem tud megbirkózni, ugye a lokális politikai hatalom egy globalizált tőkével, nem tudja szabályozni, mert ahol szabályozzák, onnan elmennek, és súlyos szociális feszültséget okoznak.
Ez nagyon szép, hosszú szöveg. Csak mondanám, hogy ezt is kitalálta. Szeretem a ilyen bölcs magyarokat, ugye a Szitovszky Tibor. És azt mondja, hogy sajnos ugye az a baj, hogy az az ember, aki ugye nem tudja mivel tölteni a szabadidejét, ugye az szenved az unalomtól. Az, ugye aki éhez, az élelmiszert keres, az unatkozó pedig izgalmat. És akinek nincsenek olyan képességei, ugye, hogy izgalmat tudjon találni, az vandál lesz. Vagyis, ha meg akarjuk menteni a Földet, akkor az embereket tanítani kell, és meg kell tanítani nekik azt a képességet, hogy mitől érezhetik magukat fontosnak, és mitől érezhetik izgalmasnak az életüket. Mert az unatkozó az vandál lesz. És a vandálok azok pusztítanak. Köszönöm a türelmüket, mert az emberi kapcsolatok azok, amelyek ugye boldoggá tesznek bennünket. Mint látják ezen a Matisz képen, mindenki csinos, vékony és táncikál. Ha kellő mennyiségű koktélt tetszenek elfogyasztani, akkor remélem, hogy kedvük lesz hozzá. Köszönöm a türelmüket, és köszönöm, hogy meghallgattam.